A téli időjárás és a jeges csúszós utak okozta baleseteket, ismerteti dr. Székely Sándor. A traumatológia osztály vezetője azt mondja, az utóbbi napokban tapasztalt havazás következtében a Bajai Kórházban is megnőtt az úzódásokkal, légtaktörésekkel járó sérültek száma. A balesetek során bekövetkezett töréseket rendszerint rögzítéssel, gipszel vagy műtéti beavatkozással orvosolják, tette hozzá a szakember. Olyan korszerű a baleseti ellátás, hogy választhatunk sokszor konzervatív vagy műtéti között, illetve van, amikor föltétlen muszáj vagy az egyik vagy a másik oldalt választani, és a betegeknek, hogy hosszantartó gipszrögzítés, például egy alsó végtagi 3 hónapos gipsz, az semmiképpen se ajánlatos, azon kívül, hogy nem is biztos, hogy a csontja teljesen jól áll. A műtét ilyenkor nagyon sokat segít rajta, mert rövidevégű gipszrögzítés, vagy akár annélkül is maradhat, sokkal hamarabb helyreáll a funkció, jobb lesz a gyógyulás. Ez a hölgy egy szerencsétlen esés következtében került a Bajai Szent Rókus kórház osztályára. Kolompár Ilona elmondta, iskolába kísérte volna gyermekét, akkor történt meg a baleset. 7 óra 15-kor kiindultunk a folyosóról, van 2 lépcsőm ugye, és nem tudtam, hogy Jónus esett rá, és úgy ki akartam lépni, a lány előre ment, én meg utána, és akkor valahogy kicsúszott a 2 lépcsőről le a lábam, és akkor pont magam alatt csúszott az összes, kifordult. Az orvosok a vizsgálatok során megállapították, hogy a hölgy bokája 2 helyen is eltört, a mielőbbi gyógyulás érdekében pedig a tegnapi nap folyamán megműtötték. Elindulás előtt érdemes kiválasztani az időjárásnak megfelelő öltözetet, a csúszós utakon a sima talpú sportcipők helyett a hóban megtapadó bakancsot, hótaposót ajánlott viselni. A balesetek megelőzése érdekében továbbá nem árt homokkal vagy egyéb csúszásmentesítő anyaggal leszórni a forgalmas felületeket. A síkos úton közlekedve néhány perc alatt megtörténhet a baj, a szakemberek ezért arra kérik a lakosságot, ha nem szükséges, ne menjenek az utcára. Ellenkező esetben pedig óvatosan közlekedjenek.